sziasztok! Vettem egy motort, illetve nem is motort, robogót. Ez nem a Grand Axis utódja lesz, hanem most az Axis szervizben van, és igazából addig kellett nekem valami közlekedési eszköz. Nagyon nehezen találtam megfelelő robogót, megmondom őszintén. Az összes szinte az ország másik felén vagy Budapesten volt. Erre a robogóra Sárváron akadtam rá. Ez egy Peugeot Vivacity 50-es. Amit tudni kell róla, amúgy nagyon jó állapotban van. Persze kisebb karcok azért vannak rajta, nem hibátlan, de alapvetően szép a fényezése is, a gumikújak, az aksi az talán egy éves benne, és úgy egyáltalán szerintem jó állapotban van. Osztrák motor volt, ugyanúgy műszakiztatni kell, mint itt a nagyobb motorokat, itt a robogókat is. Így aztán a megfelelő karbantartást talán megkapta, mondhatni. ...18.880 kilométer van benne. Ami nekem hiányzik, az innen a kesztyű tartó. Oda jobb bele lehetne pakolni. Meg innen egy csomagtartóra, amire a dobozomat föl tudnám tenni. De hát mindegy. Igazából az a tervem vele, hogyha kész lesz az Axis, akkor ezt nem fogom eladni, hanem hát ilyen tartalékrobogónak megtartom, tehát nagyon sokat nem fogok menni vele. Keresek neki egy helyet, aztán letakarom, közben elindítom, megyek vele egy-egy kör, de nagy használatban nem lesz. Most, amíg az Axis nincs, most ezt használom. Amit tudni kell még róla, hogy hát elég rendesen le van folytva. Ugye Ausztriában ezt keményen, szigorúan ellenőrzik, így aztán 45-nél többet nem megy. Hát ez egy kis hátrány, amire hazaértem vele Sárváról, azt hittem megőszülök. De azért hozzá lehet szokni ehhez a tempóhoz is. A Grand Axis után azért furcsa volt. Megmutatom még persze, hogy pont ide akartak megállni, mert miért is ne. A sisak tartóját, most talán van tömve. Nem túl nagy, de nem is kicsi. Az a baj, hogy nem sík az alja. Itt van benne minden ilyen cuccom, ami nem sík az alja. Nem így ugye befelé lejt, de azért érdekes módon a zárt sisakon belefért. Így hát nem tudom, mennyi látszik most így belőle, több mindent nem tudok kiszedni, mert nem is tudom hova tenni. Ez a probléma, hogy nincs egy csomagtartó sem. Visszarakom. Az nagyon hiányzik. Az nagyon hiányzik a csomagtartó hátulról, hogy a dobozomat föl tudnám tenni, de végül is úgyis, hogyha tartalékmotor lesz, két dobozt úgyse veszek, úgyhogy akkor azért annyira szükség nem lesz rá. Ilyen kis kampója van. Én felakasztani szatyrot, azt lehet. Azért ez is jó. Mutatom. Ja, pedig el nem fordítva. Nem tudom félkézzel, egy pillanat.
addig. Úgyhogy nézzétek a sisakot. Na, sikerült elindítani. Milyen a hangja? Hát a széke. Egyébként nagyon szép kis motor. Meg vagyok vele eddig elégedve, hát túl sokat még nem mentem vele. Tegnap előtt vettem. Más, mint a Grand Axis. Más. Kétségtelen. De lehet élvezni ezt is. Lehet élvezni azt, hogy az ember lassabban megy. Jobban tudja megnézni a tájat. Mondjuk a forgalomban néha, hogyha az ember besorol az autók közé, akkor hiányzik az, hogy nem tudom felvenni vele az autók ritmusát. És besorolni ugye a másik sávba, amikor folyamatosan jönnek az autók, az egy kicsit nehézkes. De hát meg kell szokni. Megmondom, valószínűleg úgyis csak egy tartalékmotor lesz. Nem napi használatban lesz. Úgyhogy arra meg tökéletes. Majd lehet, hogy egyszer összehasonlítom a Grand Axis-szal, hogyha ha otthon lesz az is, akkor csinálok egy összehasonlító videót a két robogóról. Na, hát ennyi lett volna. Sziasztok!